Tiszta szex. Tiszta szex. Kezdődik a műsor, amelyben ledöntjük a tabukat, feltesszük a kínos kérdéseket és tisztázzuk a félreértéseket. Tiszta szex. A Hit Rádió tájékoztató műsor a szexualitásról, nemiségről, az emberi test és lélek működéséről, cenzúra nélkül, két hetente csütörtökön 19 órakor a Hit Rádióban. Tiszta szex. Egyedülállóknak és házasoknak, fiataloknak és régebb óta fiataloknak egyaránt. Tiszta szex. Műsorvezető Király Tamás és Kinga. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Hit Rádió hallgatóit, ez a Tiszta Szex immáron negyedik adása. Ezúttal is vannak állandó vendégeink és vendégeink, és állandó vendégünk Kulifai Mónika tanácsadó szakpszichológus. Szervusz, Móni! Én is üdvözlöm a hallgatókat! És nagy szeretettel köszöntjük Pénzes Piroska szexuálpszichológiai tanácsadót, szia! És Pénzes Zoltán családterapeutát. És állandó műsorvezető társunk Király Kinga is itt van velünk. Sziasztok! És Kinga szeretne valamit mondani rögtön így az elején. Jó fej vagy, hogy átdobod nekem, pedig nem ezt beszéltük meg. Ettől jó ez a műsor. Igen, hogy olyan izgalmas és spontán. Igen, én azon gondolkodtam a műsor hallgatása után, és a visszajelzésekből is, hogy valamiért sokan szeretnének ilyen direkt válaszokat kapni a kérdéseikre, és így kicsit azt érzem, mintha nagyon sok ember szeretné megspórolni azt, hogy dolgozzon a saját életével, és igazából nem csak általánosabb, azt hiszem mindenkire nézve ez igaz, és én is sokszor érzem magamon, hogy annyira jó lesne ilyen instant megoldásokat kapni. Milyen egyszerű lenne az élet. Igen, hogy milyen egyszerű lenne, hogy feltezek egy kérdést, kapok rá egy választ, és akkor megvan oldva, nem kell gondolkodni, nem kell dolgozni rajta, de hogy pont azon kattogtattam sokat az anyám, hogy szerintem nagyon fontos, hogyha meghallgatják ezt a műsort az emberek, akkor utána a saját életükre vonatkoztatva emészszék, rágják meg, és gondolkodjon mindenki azon, hogy hova tovább, mi az, amit be tud építeni az életébe, illetve hogy ne csak tényleg ilyen instant válaszokat kapjon. Nem tudom, hogy van erre reflekció. Hát én annyiban csatlakoznék ahhoz, amit elmondtál, hogy én is nagyon sokat találkozom, sokszor találkozom azokkal a helyzetekkel, amikor családterápiára olyan családok jelentkeznek, akik direkt és egyszerű választ várnak. Persze minden élet és minden élethelyzet az nem olyan könnyen megválaszolható. Meg különböző is. Különböző is, és nekünk nem az a feladatunk, hogy direkt tanácsokat adjunk. A direkt tanácsnak az a problémája, hogy aki direkt tanácsot ad, az átvette annak a felelősségét, amit mond. Igen. És azt gondolom, hogy a legnagyobb felelősségek egyike az, amikor embereknek az életébe, bocsánat a kifejezését, belenyúlunk, és egy terápiás helyzet erről szól. És azt gondolom, hogy az esetek nagy többségében ilyen nem történik, bár ez az igény, hogy valaki direkt tanácsokat vár, ez mindig megjelenik, és én örülök, hogy ezt te elmondtad. Tehát akkor azt mondhatjuk a hallgatóknak, de csatlakozz hozzám, Tomi, hogy az a célunk és feladatunk, hogy az emberek gondolkodjanak, és a saját életükben úgy kapjanak válaszokat és változást, hogy dolgoznak vele. Igen, meg kell vizsgálniuk, döntéseket kell hozniuk. Inkább ilyen indukciós beszélgetés. Igen, tehát nem dogmatikai rendszereket építünk fel, nem azt még fontos elmondani, hogy ez a műsor nem arról szól, hogy most felépítjük a kézikönyvét és a törvényét, tehát nem jogszabályokat hozunk, ami aztán szent és sérthetetlen, hanem gondolkodásra serkentünk. És még egy dolog, hogy ugye lehetett kérdezni ebbe a műsorba, és egyúttal továbbra is bátorítjuk a hallgatókat, hogy küldjék el nekünk a névtelen kérdéseiket, ezt a hitradio.hu található anonim űrlapon keresztül lehet elküldeni. 100 fölött van már a kérdéseknek a száma. És megkérdezték azt is tőlünk, hogy még a beharangozó beszélgetésünknél ugye mondtam, hogy volt egy könyv, amit mi olvastunk a házasságkötésünk előtt, ami nagyon sokat segített, és hogy mi volt ennek a könyvnek a címe. Ez az Örömre hangolva, azt hiszem ez a címe, teremtve? Szerintem Boldogság titka és Örömre teremtve. Kétfajta kiadása volt, ugye? Egy régebbi, meg egy korábbi is. Na mindegy, hogy ezt a könyvet remélem lehet ilyet mondani ebbe a körbe, de hogy azt bátran ajánljuk a kedves hallgatóknak, és most megjelent két nagyszerű könyv a Patmosznak a gondozásában, annál pedig az a címe, hogy Élvezd a hölgyek részéről, és a férfiaknak is van valami. Mi volt a címe, azt írtam, nem tudom. Én a férfi részt olvastam, csak az Élvezet, az könnyen megjegyezni. Aztán útmutató férfiaknak fele van. Igen. De hogy a Hit gyülekezetében található könyvespultnál kiváló szakirodalmakat lehet találni, és érdemes is talán tovább gondolni, meg tovább olvasni azoknak, akik
kiknek van olyan, ami felmerül. Aztán ami még kérdésként jött, hogy kiknek ajánljuk mondjuk az előző műsorokat, ugye itt elsősorban a férfi és a női testnek a működéséről, különböző lelki dolgokkal, higiéniai dolgokkal kapcsolatban, hogy tudsz erre mondani bármi bölcset? Hát mindenképpen az a célunk az egész sorozattal, hogy minél több ismeret legyen erről a területről, mert vagy sokat beszéltünk már arról, hogy annyi tabu veszi körül, hogy sokszor a tudatlanság az oka több problémának. Viszont ilyen szempontból általános témákat érintettünk az eddigi adásokban, tényleg a testfelépítést, meg ilyen alapkérdéseket. Tehát ezt, ha nyilván nagykorúaknál ez nem kérdés, kiskorúaknál pedig a szülők ismerik a gyerekeiket, tehát az ő életkoruknak, érettségüknek és személyiségüknek figyelembe véve lehet a szülőknek ezekről a kérdésekről beszélni. De akkor itt akár meg is hallgathatják azért a gyerekek is egy bizonyos kor fölött, hogyha éppen úgy gondolja a szülő, hogy érdemes lenne hallani, miközben talán kényszeríteni meg nem kéne egy gyermeket sem. Igen, tegyünk egy olyan különbséget, hogy más egy olyan edukatív műsor, ami egy adott korosztálynak szól, ez nem egy ilyen edukatív műsor, ezért hangsúlyozzuk azt, hogy az eddig elhangzott adásoknak a témája olyan, hogy a gyerek, amikor ez a kérdés megfogalmazódik benne, megkérdezheti egy 8 éves gyerek is, hogy hát tudja, hogy a nővére már menstruál, vagy az osztálytársa, vagy van, akkor a kérdés az ott van, akkor nem várjuk meg a 14. életévet, meg a 12-t egyáltalán, hanem, tehát ezek, vagy hallotta a közérbe, hogy ezt mondta az egyik asszony a másiknak, vagy, szóval itt arról beszéltünk az előző adásokban, hogy amikor megfogalmazódik a kérdés, akkor az életkornak, érettségnek megfelelő válaszokat megkapja. Tehát ezek a halogatások, hogy erről majd később beszélünk, vagy majd, ha mennyasszony leszel, ezzel nagyon sokat lehet okozni. Egy tudatlanságot, misztikumot, félreértést fantáziával tölti ki, internetből tölti ki a kíváncsiságát. Tehát ezekről beszéltünk, és ezekre utalnék vissza, inkább már ezt tovább nem részletezve, hogy egyrészt a szülő tudja, hogy a gyereke hol tart érettségben is, és milyen a személyisége, másrészt az adott kérdés, ami ott megszületik, és kész. Tehát lehet, hogy 3 éves, 4 éves megkérdezi, hogy miért olyan nagy a pocakja a néninek. És akkor nem azt mondjuk, majd ezt elmondjuk, amikor 16 éves lesz. Vagy nagy hazugság. Rádióba. Én annyiban csatlakoznék azért, ha megengeded, hogy azért szeretne ez a műsor muníciót is adni azoknak, akik hallgatják ezt a sorozatot. És a munícióval így tudom ezt most meghatározni, vagy megfogalmazni, lehet, hogy nem pontos, hogy nagyon eszköztelenek a szülők nagyon sok esetben, hogy finoman fogalmazzak, amikor a szexualitással kapcsolatosan valamit mondani kellene. És ezek a kérdések utolérnek bennünket, régóta foglalkozunk ezzel, de hogy már elhangzott, és nem akarok már ismétlésekbe bocsátkozni, a tabusítástól a nehezen beszélek róla, ennek történelme van, és talán ad apropót vagy lehetőséget a műsor arra, hogy bizonyos helyzetekre, akár bizonyos területeket kiragadva a műsorból, a korának, az érettségének megfelelően akár egy ilyen, nem mondom, hogy családi esemény legyen, de akár az is lehet belőle. Igen, jó beszélgetés. Igen, egy jó beszélgetés, köszi. Erre gondoltam. Ezt követően konferálnám fel a mai témánkat, ami a félelmek és szorongások lesznek akkor. És nagyon fontos ez a kérdés, hiszen ez viszont pont egy ilyen tinédzserkorban már előkerülő probléma, de lehet, hogy még korábban is. A fiatalok rendszeresen elgondolkodnak azon, hogy vajon minden rendben van velem? Vajon én is úgy működök, mint az átlagos, meg a normális fiúk? Én is úgy működök, mint az átlagos lányok? Van egyáltalán ilyen megfogalmazás, hogy milyen az igazi férfi, meg milyen az igazi nő? Hát, ha van ilyen, akkor megkérdezném attól, aki meg tudja mondani, hogy mihez mérten csinálta ezt a szabályt, mert mi a standard? Ki mondja meg, hogy mi a szép, vagy mi a tökéletes? Van valami, ami alapján ezt valaki meghatározhatja? Mert neked lehet, hogy az a szép, hogy valakinek a haja hosszú szőke, gondolok itt a feleségedre, másnak meg az a szép, hogy rövid haja legyen, és más testalkata, stb. Szóval nem gondolom, hogy ezt ki lehet mondani, hogy mi a szép. A tinédzser korban ez a... Szóval én úgy látom, hogy a legtöbb ember tényleg csúnyának tartja magát. Hát ebben azért van némi realitás. Hát akkor kezdünk el bepattanásosodni,
meg a bőrünk és egyéb testrészeink olyan fajta fejlődési szakaszokon mennek át, ami hát elég érdekes élményt nyújt. Akár csak most nem is feltétlenül a szexuális oldalra, de azt, hogy egy tinédzsernek elkezd megnőni a keze, hogy mit csináljak vele. Tehát, hogy nyilván nem így fogalmazza meg, de ez minden dologra érdemes, a másodlagos nemi jellegnek a megjelenése, és egyáltalán, amikor a hormonok elkezdenek megjelenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nehezen lehet megfogalmazni, és direkt választ, meg nem akarunk adni, ezt kihangsúlyoztuk, arra, hogy milyen is az igazi férfi, vagy az igazi nő, de hogy ez átfut azért rajtunk, és azért nem is egyszeri kérdés, hanem ennek van egy folyamata, ez egészen biztos. Nem tudom, röviden én erre nem nagyon tudok válaszolni, az a helyzet. Mert kellene beszélni a pszichoszexuális fejlődésről, ami nekünk van, minden egyes embernek. Itt azért hormonális változások vannak, de nem is szabad még ide eljutnom egyből, mert ez már a tizenéves kort jelöli, és a második és a harmadik életévünkben jelenik meg a gyerekeinknél, a gyerekeknél, amikor a szexuális identitás és a szexuális szerep, mint olyan rögzül. Az elmúlt időszaknak a vihara, ami megjelent egész érdekes módon a médiában, az óvodák és egyéb, pont erről szólt, hogy az idegrendszere minden embernek 2-3 éves korában jut el odáig, hogy ezeket úgymond, hogy azonosuljon a saját nemiségével, vagy pedig ezek a szerepek elkezdjenek működni benne. És ami rögzül, általában az meg is valósul, és így épül fel az embernek az élete. Aztán még egy mondatot hadd mondjak a hormonális dolgainkról, ugyanis teljesen másképpen működik a hölgyeknél, és másképpen a férfiaknál. Mi jövünk ebből jobban ki, ez az igazság. Tehát, hogy... Mire gondolsz? Igen. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy várom a folytatást. Hogy... Szebbek lesznek a férfiaknál. Nem érettség után, mert előbb lesznek szebbek. Itt most vitatkozunk. Úgy jövünk ki jobban ebből, könnyebb, hogy a tesztoszteron és a hormonális szintünknek ez a fajta, ez a jellege, ez a bomba, én így szoktam fogalmazni, először megjelenik az anyamében. Jó, hogy közre fogtuk, nem? Igen, szorítást érzek és presszió. Amikor ettől leszünk férfiak, ettől lesznek a fiúk. És a második ilyen szexuális tesztoszteron bomba, ez pedig a tizenéves korban jelenik meg, amikor gyakorlatilag megjelenik a másodlagos nemi jelleg, és kialakulnak a szexualitással azok a kapcsolódási pontjaink, amit tudomásul kell venni, hogy ilyen van, és utána ez a hormonális szint többé-kevésbé beáll. De a hölgyeknél ez nem így van, hanem ennek van egy ciklikus váltása. Na most azért beszélek erről, mert, és nem akarok nagyon hosszan, azért beszélek erről, mert ez mind behatárolja többek között azt, hogy mi az elképzelésem, hogy én jó férfi vagyok-e, vagy hát a hölgyekről én azért most nem akarok nyilvánkozni. Hát biztos, hogy nem a magazinok mondják meg, hogy ki a klassz csaj, és ki nem, és milyen méretű kebellel, avagy derékbőséggel kell, hogy rendelkezzen. Elsősorban az biztos, hogy a szépség belülről fakad. Ez egy nem most kitalált mondat, de úgy vélem, hogy be tudom építeni a saját értékrendemben, hogy aki magával ki van békülve, aki magát úgy látja, el tudja fogadni. Igen, természetesen is ez kisugárzik mindenképpen. Én annyit tennék hozzá, hogy kapcsolódva egy kicsit így Zolihoz és Piroskához is, hogy ahogy változik a testünk, ez kíséri gondolatok, érzések, önértékelés, és itt, ha az kap egy hangsúlyt, hogy olyan klassz, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy ez keresztény értékeket képviselhetjük itt nyíltan, úgy teremtett bennünket, hogy ő formált, ő alakított, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen tudunk szépek lenni. Férfiaság, nőiesség szempontjából pedig a gondolataink, az érzéseink, hogy kísérik ezeket a belső változásokat. És ebben nagyon nagy szerepe van annak, aláhúzom vastagon, hogy a környezet hogy reagál ránk. Kapunk-e annyi ismeretet, információt, hogy mi is történik bennünk, mert amiről tudok, az birtokolom. Amiről nem tudok, attól félek, attól szorongok, hogy ez most jól van így, vagy nincs jól így. Ha tudok arról, hogy sokféleképpen lehetünk szépek, sokféleképpen lehetünk, sokféle értéket hordozunk, akkor másképpen
épül, és ez is épül, a nemi identitás tudatom most ilyen szempontból. Hogy most zavarban leszek attól, hogy szőrösödik, meg ugye Ágival is erről az előző műsorokban beszéltünk, így nem akarunk azokban a részletekben újra belemenni, de olyan szempontból félelmek, szorongások, igazi nő, igazi férfi, hogy az, igen, olyan ember vagyok, akinek formálódik, alakul nagyon sajátos módon a nőiessége vagy a férfiassága, nincs két egyforma mell, nincs két egyforma más testrész, ezekben különbözőségek van, de tudom-e elfogadni, tudom, azonos vagyok-e a test képem, az olyan-e, amiben hogy benne vagyok, jól érzem magam. És akkor ki lehet futni odáig is, hogy kifejezetten, hogyha ennek nincs valami orvosi diagnosztikájú oka, akkor az, hogy most a nemi szerve kicsi vagy, pénisze kicsi vagy nagy, ugye itt is sok-sok kérdés felmerül a mellé, kicsi vagy nagy, a combja túl vastag vagy túl vékony, nyilván az is fontos, amit mondott Piroska, hogy a divat vagy a külső, a kívülről jövő információk mennyire határozzák meg, de ja, visszagondolok a gimnáziumi osztálytársaimra, azok voltak a nagyon-nagyon vonzó személyek, és ez nem feltétlenül szexuálisan, akik jól érezték magukat a bőrükbe. És ebben el tudták fogadni, hogy ők olyan alacsonyabb, testesebb, vékonyabb, nyulánkabb, ilyen vagy olyan, de aki tele volt élettel, és most ez nem azt jelenti, hogy érettebb, mint nyilván az élő, tehát egy kamasz, de valahol ez a fajta harmónia benne volt, és itt tényleg nagy hangsúly van azon, hogy hogyan épül, hogyan alakul ez a gondolkodásmód. De jogos kérdés, hogy igen, én a többiekhez képest milyen vagyok, és erre is, mint minden kérdésünkre, jó válaszok kell, hogy szülessenek. Sokszor beszélgetésekben mondják fiatalok, hogy nem tudom magam szeretni, nem tudom elfogadni, lehet, hogy nem vagyok szép, de különösen, hogy nem tudom szeretni magam, akkor rögtön arra próbálom rávezetni, hogy ki az a környezetedben, aki téged nem szeret. Mert az, amikor magamat nem szeretem, az abból történik, hogy van valaki, vagy talán az egész környezetem olyan, aki engem nem lát szépnek, nem talál elfogadhatónak, és hát tükröt tartunk egymás. És általában az szokott lenni, hogy van valaki a környezetében? Igen, lehetnek ezek osztálytársak, de hogy mondjam, ha már kiskamaszokról beszélek, hogy mennyire fontos, hogy a szülők fogadják el a gyerekeiket. Igen. Hogy a gyerekemre ne úgy nézzek, mint a projektemre, mert akkor azt meg akarom változtatni, azt irányítani akarom, nem tetszik a frizurája, és itt sokszor összetévesztik a szeretetet a szülők, a vágyukkal, a saját vágyukkal. Igen. Mert azt gondolja a gyerek, mondja a gyerekének, hogy én ezt azért mondom neked, hogy mert szeretlek, és hogy áll a hajad, miért van a szemedbe, és hogy nézel ki, és miért ilyen a frizurád, ez a szülőnek a vágyáról szól, hogy milyennek akarom én látni a projektemet. És akkor összetéveszti azzal, mondja a gyerekének, hogy én azért, mert szeretlek, és már a fogalmak is összezavarodnak, és a későbbiekben, amikor ő már felnőtt lesz, azt fogja gondolni, hogy a vágy és a szeretet azonos. Pedig két különböző dolog, mert létezik vágy szeretet nélkül, és létezik szeretet vágy nélkül. Vagy az is lehet, hogy mondjuk szeretik azt az illetőt, azt a fiatal, de nem kommunikálják felé, mert azért a magyaroknál igazad szerintem van. Nagyon gyakori az, hogy nagyon szeretik a szülők, de képtelnek kimutatni, akár érintésekkel, akár szavakkal, és lehet, hogy ez a gyerek nagyon szeretve van, de mivel soha nem érzi, ezért azt hiszi, hogy senki nem szereti őt. Egy óvodába készülő kislány, aki azt mondja, hogy most fel akarom venni a nem tudom mi, milyen fodros kis szoknyámat, mert a hercegnő akarok ma lenni, akkor az apukának úgy kell ránézni a gyerekére, hogy te vagy az én hercegnőm, meg te vagy egy hercegnő, pont azért, mert az ellentétes neműtől, az adott esetben a szülőtől, az ellentétes nemű szülőtől kapja az első szexuális impulzust olyan abszolút. Módon, hogy ő magára lányként néz, és az apuka fel tudja emelni azt a kislányt, hogy ő egy hercegnő, vagy mondhatjuk bárminek, a női szerepben, vagy akár egy szép kis mese szerephez identifikálva azt a szemét, akkor ő már úgy tekint magára,
hogy engem ilyennek látnak. És nagyon fontos kamasz gyerekeknél, hogy az anyuka, az apuka, különösen szintén az ellentétes nem, hogy az apukája mondja, de csinos rajtad az a póló. Amit pont azért vette le magára a legszűkebbet, hogy leszorítsa vele a mellét, mert zavarja, hogy nőni kezdett a melle. Előfordul. És akkor ilyen behúzott vállal járkálnak a lányok. Különösen, hogyha kapják a megjegyzéseket sajnos az osztályban. Mert kapják. Akár fiúktól, vagy... Én őt ismerek még, hogy ilyen XXL-es ruhákat hordanak. Igen. Tehát vagy a nagyon szűk, vagy igen. Vagy a hiperszexualizáció, mert erről is lehet beszélni, hogy létezik korunkban a hiperszexualizáció, hogy mindenhez hozzáteszik a szexet, tárgyasítják gyakorlatilag, abba pedig már túlszexualizálva akarnak mindent, már megengedik a gyerekeknek nagyon korán, hogy sminkelj, nagyon korán. Az egyik héten leszorítja a mellét, a következő a héten pedig meg, jön a mini szoknia, meg van, a hasonló. Ilyen is van. Tehát észre kell venni, hogy mi zavarja azt a kamaszt, és akkor szépen kivezetni ebből a szorongásból, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy kinézel, hogy ahogy formálódsz, hogy milyen szép lesz ez ma, majd, amikor teljesen befejeződik, így önmagában már nagyon gyönyörű. És a srácokra is úgy kell az anyukákra nézni, hogy annyira férfias most ez a farmer rajtad, hogy hosszú a lábad, és hogy megnőtt, és milyen jó, hogy leveszed nekem. És még ha a srácok úgy is csinálnak, mintha nem örülnének, valójában legbelül örülnének neki. Az jutott még eszembe, és lehet, hogy most megint ilyen tabu döntögető leszek, hogy azért ilyen polgári kultúrákban, mondjuk amikor egy fiatal lány hangsúlyozni akarja azt, hogy ő már nővé érett az öltözködésével, abból a szülők részéről is azért időnként van a hűha, meg a botrány, meg a vedd le öltözzet, hogy ez mennyire szerencsés. Mert egyrészt nyilván vannak szerintem olyan öltözködési korlátok, hogy a jó ízlés, vagy az általunk vélt jó ízlés sem engedi meg, hogy mondjuk olyan ruhában menjen egy eseményre valaki, ne hagyj Isten, egy Isten tiszteletre, mondjuk ilyet itt mondhatunk a Hit Rádióban, de mellette, ha meg állandóan el van folytva a lányokban az, hogy ők nőiesen nézenek, és szerintem elsősorban a nőket érinti, az lehet, hogy szintén problémákat okozhat. Hát a direkt tiltás nem mindig szerencsés. Ez van, a vedre, mert ez nem szép, vagy... A direkt tiltás, hogy ebben nem mehetsz, mert én ezt nem engedem meg neked, és nincs megmagyarázva, hogy ha te ezt felvetted, lehet, hogy tetszel magadnak, és azzal nincs baj, de az utcán milyen üzenetet adsz azoknak az embereknek, akik nem fogják benned meglátni azt a tisztaságot, vagy azt az értéket, amit te majd őrizni szeretnél a későbbiekbe. Szóval az üzenet, jó, ha rájön az a kamasz, hogy miért is öltözök én most így. Akarok valamit üzenni, szexuális üzenetet akarok küldeni valakinek. És mi a helyre az a válasz, hogy igen? Hát akkor biztos meg lehet. Biztos akkor ha nem is, de mondjuk a mai TikTok, Insta világban, amikor ők az ideálok. Tehát, hogy nem is feltétlenül akar az ember üzenetet küldeni, csak azt látja, ezt a mintát látja, hogy így kell kinézni. Nagyon érdekes az, hogy kapcsolódva egy Piroskához, hogy azok, akik a családban megkapják azt az elfogadást, és mind a két nemű gyereknél, mind a két szülőnek megvan a, és milyen klassz, hogy így néz ki a család, hogy van férfi apa, van nő anya, és a gyerekek is valamilyen nemük születnek, hogy egyfajta minta a lányoknak az anyukája, egy kicsit minta előttük, és az apukájuk az első férfi az életükben, most olyan értelemben, a visszajelzések igen, alapján, abszolút, ahogy mondod. Igen, tehát igen. Mind a kettő benne van, és az a tapasztalat és az akirodalom ezt aláhúzza, hogy azok a gyerekek, akik elfogadást tapasztalnak a családban, most a nemi identitásuk alakításában itt, tehát ott vannak a tiszta és jó szavai az apának a kis hercegnő felé, ott van az anyának is, nem versenytársa a lányának, ez is tud egy nagyon csúnya helyzetet teremteni, hanem egyszerűen... Amikor az anyád zavarja, hogy a lánya most már szebb, mint ő. Például. Van ilyen? Van. Ezt az anyának észre kell venni, ha már egy versenyben vannak a lányával, és az anyának kell megszakítani és kiszállni. Hát nyilván felnőttnek a felelőssége mindig a nagyobb. Ezt még sose hallottam, hogy ilyen létezik. Létezik ilyen. Férfi vonalon is meg létre tud ez jönni. Ez annyira fontos téma, ha megengeditek, egy picit visszanyúlnék, hogy az első szexuális impulzusokat a gyerekek, azok a szülőktől kapják.
hogy működik ez? Ahogyan apa beszél az anyával, a gyerek azt leveszi, hogy hogy kell bánni, beszélni egy nővel. És fordítva is ugyanígy működik. És hogyha ennek, ez nem azt jelenti, hogy most hibátlannak kell lenni, mert az ember tudja, hogy ilyen nem létezik. Tehát, hogy nem is az a probléma, ha valami hiba történik, hanem a gyerekekben az marad meg, hogy ezt a hibát hogyan oldják föl, hogyan oldják meg. Gyakorlatilag egy útmutatást kapnak arra, hogy hogyan kell az életben élni. Ez egy nagyon komplex téma, de működik. És a második részben ott kapcsolódnék, hogy nagyon sok esetben a szülők szorongását hozzák be a gyerekek. Igen. És ez a szexualitásra és a szexuális kérdésekkel kapcsolatosan is így igaz. Nagyon-nagyon gyakori. És az az igazság, hogy mind a társadalmi vonalon, mind más jellege, vagy az egyéni életünkben is bőven van ok arra, vagy okunk arra, hogy találjunk okot arra, hogy szorongjunk bizonyos kérdésekben, és az ember hát, nagyon rövid... ismeretlen igen. van, nem vagy ahol veszélyt érzünk. És nagyon hamar eljutunk oda, hogy akkor én ezekkel a kérdésekkel hol állok, hol tartok, hol vagyok, és itt kapcsolódnék, hogy milyen az igazi férfi. És erre nagyon nehéz válaszolni. Egyrészt azért, mert a kortárs csoportnak, ha visszanyúlunk a kamaszkorba, vagy az iskoláskorba, nagyon erőteljes a nyomása. Ott nagyon nehéz helyzetben vannak a szülők, hogyha előzetes években nem sikerült felépíteni alapokat az alapokat, igen. és kezdve a szexuális felvilágosítás, és kérdezik, hogy hány éves korba kell elkezdeni, és ilyenkor szoktuk mondani, hogy 0 éves kortól. Tehát, hogyha ezek föl vannak... Igen, nyilván. Ha ezek föl vannak építve, akkor az az időszak azért nagyon, hát viszonylag könnyen, inkább így fogalmaznék, áthidalható, de egyébként akkor, ha ez nincs meg, vagy nagyon nagy szakadékok vannak, akkor a gyereknek kell magának ezt az egész szakadékot valahogy áthidalni, és akkor nyúl hozzá azokhoz az eszközökhez, és jut el azokhoz az információkhoz, ami nem mindig szerencsés. És ez tele van szorongással, mert olyan mércéket állít fel, amit nem tud teljesíteni, de nem csak ő nem tudja, hanem egy felnőtt ember sem tudná, és egyáltalán az élet meg nem erről szól. Úgyhogy ennyit a egyébként, szorongásról. Egyébként, ha még egy mondat erejéig kitérhetünk, hogy az is destruktív szerintem, hogyha csak a szépségre irányuló megerősítést adunk egy gyereknek, legyen az lány vagy fiú, mert az kerül előtérbe, hogy akkor vagyok teljesen szuper, ha én nekem mindenem, ami rajtam van, gyönyörű, és az értékrendje, az önértékelése és az önazonossága a szépségre, külsőségekre, igen, és háttérbe szorulnak a belső értékek. Most ezt szerintem úgy lehet egy szülőnek kivédeni, de mondjatok, ha van más ötletetek, hogy megerősítem más tulajdonságba. Igen, olyan igen. gyönyörűen mondtad te az Adi verset, hogy Nem tudta ma úgy elmondani senki, mondhatja ezt egy tanár, vagy a sport teljesítményben megdicsérni. Tehát amikor értéket teszek le az asztalra, ami az én képességemből adódó, és nem csak az, hogy mennyire gyönyörű vagyok, meg szép vagyok. Tehát ez a két szélsőség, hogy kell beszélni arról is, hogy szép vagy a kamasznak, de kell, hogy lássa magát értékesnek azok alapján, amit ő létrehoz. Tehát benne van a nevelésbe, vagy egyáltalán a gyerekekkel való bánásmód, vagy az egész személyiségére reagálunk. Egész személyiségére. És annak része az, amit külsőleg, ahogy változik, igen. azt, hogy fogadja, hogy hordja, de ezek is ez nagyon-nagyon fontosnak hogy, tartom. Vagy ahogy a Monika, ahogyan megfigyeli egy fiú például, hogy az apa milyennek látja az anyát. És ha hallja, hogy elmondja a feleségének, hogy gyönyörű vagy ma, hogy te vagy az én szerelmem. Miért nem mondhatnál el a gyerek előtt? Hát akkor ezek nem tabuk. Egyáltalán. Megpusztítani az anyukát a gyerek előtt. Hát, nagyon. Szóval nem csak akkor kell udvarolni. Rossz mondás az, hogy minek fussak olyan szekér után, amin ülök. Na, de ez egy másik téma is, igen, de fontos szóval példa. A futni valaki után, tehát kell udvarolni. Nem csak akkor, amikor...
Azt szerettem volna még hozzátenni, hogy így használjuk nagyon szabadon, többféle értelemben a szexualitást, és így, hogy hogyan szexuálisan, hogyan bánunk. És itt mindig belefutunk, hogy talán egy mondatot ebben az adásban is megér, bár tisztáztuk már a fogalmakat, hogy többször beszéltünk erről, hogy ez nem azt jelenti, hogy az apa tisztátalan módon közeledik a lánya felé. Vagy csak azért mondom, mert van, aki ezt félreérti, hanem az, hogy a lány gyerekében a lányát, szülőgyerek tiszta viszonylatban, de a lányát szereti, ismeri el, emeli föl. Az anya a fiában a férfit emeli föl. És ezek teljesen egészséges dolgok. Hát ugyan nincs nem nélküli szülő, legalábbis mi ezt gondoljuk, és nincs nem ilyen értelme, nincs nem nélküli gyerek, tehát viszi az anya a nőiességét tiszta módon a fia lánya felé, az apa a férfiasságát a fia lánya felé, mert olyanok tényleg vannak, és azért erre is egy picit még kitérnék, hogy van, amikor meglepi az apákat az, hogy a kicsi lányokból, akit ölelgetett, nő lett, igen. És egy kicsit másképpen alakul az ölelés, másképpen, uh-huh. És ezeknek van egy normális kerete, és itt se fogunk se receptet, semmit nem adni, csak erre is érdemes az apáknak készülni, hogy tényleg nővé serdült a lánya, és nem, tehát nem úgy bánik vele, mint, tehát javítsatok-e másképp mondani, mint egy pici lányjal ilyen módon, viszont mint nővel, mint hölgyel, úgyhogy megmarad az atyaságban, és ennek a tekintet, a szavak, az érintések, ez lehet teljesen normálisan tenni. Nekem volt olyan tinédzser lány, aki azt mondta, hogy nagyon rossz érzése volt, amikor az apja megölelte, és amikor a szemébe nézett, hogy ott valami nem. És aztán beszélgetünk egy kicsit többet, és kiderült, hogy ott tényleg volt gond az persze. apával. Tényleg persze. volt gond. Most csak ennek a határvonalára szeretnék, nagyon hogy nőként bánjak vele, de amikor az apuka végignézi a lányt, megáll a szeme a nőies változásokon, méregeti és véleményezi és értékeli, tehát ennek azért van egy olyan, tud egy olyan stílusa lenni, hozzáteszem emögött az a szemlélet, az a szív, amiből ezt teszi, az már sok-sok kérdést vet föl. Mit tegyen a emellett gyerek? Mégis férfi lett. Azért találtam érdekesnek, amit mondtál, mert én találkoztam olyan kamaszlánnyal, aki meg azt nehezményezte, hogy apa, miért nem ölel át most már? Igen. Nekem hiányzik az, hogy átöleljen. Igen. Szóval úgy tehát éreztem, hogy egy egészséges... Igen. Majdnem, hogy ilyen szeparációs szorongás. Hát, akár ezt meg is lehet beszélni. Meg lehet. Tehát, meg. Szerintem csak az nagyon nehéz eljutni oda. Biztos, hogy nagyon nehéz, de hogyha a gyereknek mondjuk igénye van rá, és a szülő észreveszi, megint odajuk adunk ki, hogy a szülő, de tulajdonképpen akkor gondolom nem árt, hogyha szülő ezt észreveszi, és akkor megbeszéli, hogy zavar még téged, vagy örülnél neki, vagy a gyerek is nyugodtan mondhatja a szülőinek. Nem? Tehát, hogy biztos van, amikor megveleli, és érzi, hogy elhúzódik, akkor gondolom fel kell, hogy tűnjön, hogy már nem annyira komfortos. A gyerekek nehezebben beszélnek arról, hogy mi a problémájuk. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy addig, míg a gyerekek hozzák haza a kérdéseiket, vagy azokat, amit esetleg nem sikerült úgy csinálniuk, ahogy kellene, addig a szülők jó bizonyítványuk, ha szabad így fogalmaznom. Ott jelentkezik a probléma, amikor már nem otthon kell akármilyen eredménnyel záruló kérdéseket megoldani, mert akkor az vagy az utcán van, vagy az iskolában, a kortársak között, és nem biztos, hogy az a legjobb közeg. Tehát, hogy nehezen beszélnek a gyerekek, nekünk el kell tudnunk jutni oda, hogy a gyerekeink elmondják azt, ha nem is elsőre, de valamikor a közeljövőben, amikor beszélnek róla. Picit nem visszatérve Piroskára, hogy itt sem receptet adunk, hogy most itt érintheti meg, ilyen szorossággal ölelheti meg, tehát nem ezt. A 33. centiméterig. Igen. Nehogy félreértsetek. Ez nem... jó, hogy két példa volt. Igen. Pro és kontra. Igen. Hogy viszont mit tegyen egy gyermek, aki mondjuk... Olyan, amikor, még egyetlen egy mondat csak, hogy ez is egy külön kérdéskör is lehet esetleg majd gyereknevelés kérdéskörben, de amikor rányit apuka a fürdés közben a lányára. Ja. Ez egy más helyzet. Na beszéljük erről, mert szerintem ez fontos pro-kontra, hogy hogy dolgozza fel egy gyerek, ha rányít a szülőire, az is elég
kellemetlen, meg sokszor akár megrázó is tud lenni egy gyermeknek, és fordítva, meg hogy vannak ezek a dolgok? Nagy különbség van a véletlen meg a direkt között. Ebben jutott eszembe, hogy van olyan autó, aminek egy matricán rajta van, hogy gyerek a hátsó ülésen. Lehet tenni az embernek a fürdőszobára, de tulajdonképpen az memóriájába egy matricát, hogy kamasz a lakásba. Tehát, hogy vigyázni kell, hogy nem úgy nyitok be a fürdőszobába, mert már ott van egy kamasz, akár fiú, akár lány, akit zavar. De az esetek nagy többségében ez kialakul a családban. Tehát, hogy itt már... igen, persze találkozunk azzal a helyzettel sajnos, amelyik nem feltétlenül ezt a trendet követi, de azért kulcsra zárás nélkül is kopogtatni szoktunk. Igen. És nem igen. Sorolom a többit. De szerintem. Akkor mondjuk azt mondjátok, hogy amikor tinédzser egy szülőnek a gyermeke, akkor ott már a szülőnek nincs meg az a tekintélyi jogköre, hogy bármikor berontson mondjuk a gyermeke szobájába. Ha életveszély helyzet van, akkor azt gondolom, hogy akkor bármiáron, akárhogy... Vagy ha rosszul igen. van, hát akkor mit lehet? Most nem csak a zuhanyra, hanem a szobára gondolok, tehát hogy ott igen. már az intim szférát, vagy a privát szférát azért... Be kell tartani. Ha ezt átlépjük, véletlenül azt gondolom, hogy ez korrigálható, ha ez egy egyszerű eset. De hogyha ennek van egyfajta ilyen sorozata, akkor az valószínűleg más területhez kapcsolódik. Nem kell, hogy a gyerek érezze a bizalmat, nem? Tehát, hogyha igen. egész életében kontrollat van, és tudja, ennyi. Hogy bármikor rám nyithatna, akkor soha nem fogja azt érezni, hogy a szülei megbíznak benne, hogy akkor ő normálisan el van a szobájában. Hát ez minden területet is érint, ez, mert ez is épül, ez a bizalom, és megint csak nem lehet azt mondani, hogy egy 10 éves gyerekben így bízhatsz meg, vagy úgy, igen. hanem abban a gyerekben konkrétan, és ezt is lehet tanítani, hogy a bizalom úgy nő, ahogy... Neked viselkedésre is tanítjuk, igen, hogy nem hatolunk igen. be másiknak a szférába. Szorongást ezzel tudjuk feloldani egyébként, hogyha netán megjelenik, hogy megelőlegezzük a bizalmat, és a bizalom az úgy tud létrejönni, ha van egy szabad légkör. Nem megy másképp. Igen. Tehát, hogy itt lehetnek módszerek, meg nem tudom milyen receptek, találhatunk ilyeneket, de ez nem tud működni. Akkor működik, ha sokszor ki sem kell mondani, hanem megajánljuk a gyerekeinknek, vagy egymásnak a házaspárok egymás között, azért ez komplexebb ez a kérdés, mert szorongás azért a házas pároknál is jelen van, de ez egy más téma most, hogy megajánljuk anélkül, hogy ennek egy definíciót vagy egy meghatározást rendelnénk mellé. Hát ez mondjuk egy teljes nevelési folyamatban úgy rakható talán össze, hogy van tanítás. Most akár ebben a kérdéskörben, amikor fehér nemű szabályt tanítanak, megbeszéltük, hogy ez most nem pszichoszexuális felvilágosítás, de olyan szempontból igen, hogy tanítjuk azt, hogy az intim testrészekkel hogy bánunk, hogy fedjük be. A szülőknek is egy gondozási feladatkörben van szerepe, de egyébként nem puszíron jár a család egymás előtt, legalábbis... Az akkor nem javasolt, ugye? Több okból nem. Több okból szerintem, de hát nyilván lehet más. De ezek nem olyan kérdések, megint csak nem gyártunk törvényt. De az, hogyha azt akarom tanítani, hogy ezeket a testrészeket fedjük, akkor ezt képviseljük. És a kopogásnak megint csak ilyen szerepe is lehet, de itt a bizalomhoz akartam még egy picikét visszatérni, hogy tanítjuk, mert nyilván vannak életvédelmi szabályok, vannak olyan egymással való bánásmódnak az etikai szabályai, mert tanítás van, és hát addig, amíg ebben még botladozik, addig tanítom, igazítom, és ehhez van rendelve a bizalom ilyen szempontból. Mm-hmm. És aztán az tud nőni. De nagyon jó, ahogy Zoli nagyon koránra tette már csak, és így is van, hogy a nevelés mikor kezdődik, akár ezen a területen is, hogy amit, ahogy vet az ember, ahogy korrigálja a hibázot, akkor tényleg fel tud nőni egy gyerek úgy, hogy van bizalma, van határismerete. Hát nem? Mert mintákat azért követünk. Ezt azért igen. látjuk, tehát hogy rendben van, hogy most kiéleződnek a nehezebben kezelhető helyzetek, de én itt szeretném megjegyezni azt, hogy önmagában, de ezt beszéltük is előzetesen, ha megengedtek egy nagyon rövid zárójelet, hogy ez a műsor nem azt jelenti, hogy itt csak és kizárólag a keresztényeknek van szexuális jellegű kérdése vagy problémája. Hát én, elakadása, nem tudom, hogy fogalmazzak igen. finoman, mert senkit nem szeretnék megbánt. Én nagyon-nagyon sokat és régóta dolgozom, úgymond olyan közegben is, ahol nem feltétlenül keresztény mentalitás tapasztalható, és ugyanúgy, sőt, időnként még intenzívebben jelennek meg a párkapcsolati kérdésekben a szexualitással kapcsolatos elakadások. Tehát, hogy nem is akarok most példákat mondani erre, ez az egyik. A másik pedig az, hogy
hogyha az ember megpróbálja menet közben ezt a bizalom építés kapcsán egy ilyenfajta kommunikációs és non-kommunikatív módon kialakítani, akkor ezek nagyon jól tudnak működni, és én nagyon sok olyan házaspárt ismerek, ahol azért nem mondom, hogy 100%-os sikerrel, de törekszenek arra, hogy ez megvalósuljon, és látni, hogy hogyan nőnek fel a gyerekek, és milyen életmódot követnek. Na, még egy provokatív dolgot hadd kérdezzek, aztán megyünk tovább, hogy jött olyan kérdés a kérdések közönében, hogy hogyan dolgozza fel egy szülő, meg mit tegyen akkor egy szülő, ha mondjuk rájön arra, hogy a gyermeke önkielégítést végez, vagy mondjuk pornót néz a szobájában, vagy egyebek. És ugye most beszéltünk a bizalomról, meg az intim szféra kialakításáról, és a szülőknek talán ez a legnagyobb dilemma, hogyha egy ilyen helyzettel szembesül, akkor mit tegyen, vagy mit ne tegyen? Beszéltünk arról, hogy a pornográfiáról később fogunk beszélni, és ez megér egy teljes adás. Misit. És előző műsorokban beszéltünk az önkielégítésről is, így azt gondolom, hogy talán érdemes a hallgatóknak ezeket visszahallgatni. Mondatot én ehhez azért, persze. A kérdést föltetted, azt gondolom, hogy a szexuális felvilágosítás ebben a tipikus helyzetben lehet, hogy hiával találtatik. Úgyhogy, de ugye szépen mondtad. És lehet, hogy a szülőknek kellene ezt egy picit, mi akkor miért, ha diszkréten félrevonul, vagy ha kiveri a balhét, vagy nem tudom, hogy... A kiverjem a balhét, az persze az indulat az urrá tud lenni egy ilyen helyzetben, nem javasolt. Tehát, hogy ezzel csak mélyülni fog az a kapcsolati probléma. Én itt érzek azért, amikor titokba bezárt ajtók mögött, vagy nem tudom mikor a paplan alatt, vagy nem tudom hol kell nézni pornófilmet, vagy telefonon valamit. Azok a gyerekek, ahol ez a bizalom megvan előlegezve, és ezért dolgozunk is, ahogy a műsor elején ezt kihangsúlyoztuk, hogy ez munka, és egy tanulási folyamat is. Ha ez elindul, és ez folyamatában van, én azt gondolom, hogy azt, hogy a gyerekeink találkozzanak a pornóval és hasonló területekkel, ez nem kivéthető. Ez nem kivéthető. De az a tapasztalat, nem csak az enyém, bocsánat, hogy ez ilyen nagyon furcsán hangzik, hanem más kollégáké is, hogy ahol a gyerekek informális szinten el vannak látva, hogy ez miről szól, hogy ez mit üzen, és nem sorolom tovább, ott a gyerekek nem fognak pornót nézni és belemenni ilyen helyzetekbe, hanem jönnek a kérdéseikkel, hogy ezt hallották, ezt mondták, és én volt már úgy párkapcsolati helyzetem, tehát jöttek a párok, hogy a gyerekkel kapcsolatosan mondták, hogy káromkodásokat meg egyebeket hozott haza az iskolába, hogy ő ezt hallotta, és nem tudja, hogy az mi. És mondtam neki, hogy ez egy természetes dolog, valószínűsíthetően ti nem beszéltek így otthon, és az lenne az, most itt azért elég direkt voltam, eltértem a trendtől, hogy meg kell magyarázni a gyereknek, hogy az, amit most ő mondott, az mit jelent, és valószínű, hogy többet ő megértette, és többet ő ezt nem fogja mondani. Tehát, hogy ez ennek a megoldási mechanizmusa. De jó lesz az, ha fogunk erről egy nagyobb hangvételről el, mert megéri a téma. Igen. Konkrétan annyit még mondanék, még nem receptként konkrétan, csak a konkrét kérdésre vonatkozva, hogy akármilyen helyzet adódik elő, biztos, hogy nem az indulat, meg a büntetés az első, hanem ez mind-mind, hozzáteszem az életben sok-sok, nem is tudom, hogy tudnék-e olyan példát, vagy élethelyzetet mondani, akkor valami negatív dolog történik, akkor nem azt az utat kellene járni, hogy üljünk le és beszéljünk meg, hogy mi történt, mi vezethetett idáig, tudod, hogy milyen helyzetben vagy, szóval feltárni, hogy ott tudjunk segíteni, ahol az a hely, ami miatt az a helyzet előállt. Mert hogyha a kész termék, vagy a kész állapotra reagálunk csak büntetéssel, ott hiányzik a megértés, a belátás. És ez az egyszerű. Igen, de ez nagyon-nagyon egyszerű, de nem vezet. Persze. Volt szülő, aki azt mondta nekem, hogy hát ő jól elverte a gyereket, rajta kapta ilyen önkielégítésen, jól elverte, és azután nem lett semmi probléma. Én tudom, mert hogy a gyerek azután nem beszél. Meddig nem volt. A szülők nem tudtak soha többet arról,
hanem jött segítséget kérni, és azt mondta, hogy ha valami, akkor ez biztos, hogy nem velük fogom megbeszélni. Persze. De volt kérdése, volt gondja, voltak rossz érzései ezzel kapcsolatban. Azt gondoltam, hogy a gyereknek nem lett problémája, azért kérdeztem, a szülő, hogy szülő személy... A szülő azt mondta, hogy nincs semmi probléma. Például, ha megverik, az akár a házasságára és a házas életére is kihathat. Ezek rögzülnek, ezek a minták. Igen, tehát, abszolút. Ezek a viszonyállási pontok, nem azt mondom, hogy nem dolgozhatóak föl, meg mondunk dolgokat, és visszafele általában szoktuk szépíteni a történetet, de egy idő után, és erre nagyon-nagyon sok helyzetet tudnánk így mondani, meg a persze. tanácsadó szakszolgálat kapcsán, hogy időnként jön egy életszakasz, és ezek visszaköszönnek. És ez a pszichológiának... Hogyan kezelték akkor annak a következményeit. És ezt szokták általában nehezményezni, mit vakargatjuk mindig a történeteket a gyerekkor és a fiatal tinédzserkor kapcsán. Ott történik a belépési pont, ahogy szoktuk ezt fogalmazni, és addig, míg ez nincs nevesítve, míg ő erről nem tud beszélni, addig ez valahol ott van az emberben. Ez nem tűnik el. Aggódtam, hogy feltegyem ezt a kérdést, de nem bánom, hogy feltettem. Nekem itt csak annyi jutott eszembe, hogy így a hallgatókat biztosítsuk arra, hogy megkaptuk a temérdek kérdést, és hogy lesznek ezekre válaszok, úgy, hogy most is jeleztük, hogy tényleg nagyon-nagyon sok témában is nagyon érdekes és sok kérdésünk jött, és hogy fogunk ezekre reagálni, csak mivel ez egy hosszú lefutásos folyamat lesz, hosszú műsor az a terv, úgyhogy a később évben biztos, hogy szóba fognak kerülni. És nagyon-nagyon örülök ennek a reakciónak, hogy ez a menjünk vissza a módon, mert szerintem főként keresztényként nagyon sokszor hajlamosak vagyunk teljesen reálisan a jövőben nézni, és a jót várni, és sokan úgy van, hogy ne piszkáljunk, ne kapargassuk a múltat, az már elmúlt, nézzünk a jövőbe optimistán, de hogy akkor ezek szerint mégiscsak a megfelelő mértékig nagyon fontos, hogy visszabontsuk a múltbeli eseményeket. Én nagyon fontosnak tartom, mindamellett, hogy azt szeretném elmondani, hogy a múltat megváltoztatni nem lehet, de feldolgozni igen. És a gyógyulás ott szokott beállni, vagy ott jön létre, amikor úgymond nevesítve van az a kérdés, az az elakadási pont, és ennek nagyon széles a repertoárja, hogy mi. Egy félreértésből is adódhat, tehát nem feltétlenül kell szexuális erőszakra gondolni. Létre tud jönni egy félreértésből is egy olyan helyzet, amit hordoz az illető. Ahogy azt megélte ahogy akkor, megélte. Vagy ahogy értelmezte igen. akkor, éretlenül, igen. vagy nem? Igen. Na akkor itt mennék egy kicsit tovább, mert hogy nagyon-nagyon rohan a műsoridőnk, de tényleg nem bánom, mert minden mondat kincs, mégpedig amikor szintén a tinédzser szembesül azzal, hogy ő elkezd gondolkodni, meg elkezd fantáziálgatni. Sokkal korábban lennék. De hogy úgy, vagy akkor az a jó, hogy máshogy kezd el mondjuk a gondolkodni, vagy hogy a szexualitással kapcsolatban olyan dolgok jönnek be képként, gondolatként, amitől ő maga is megijed. Több kérdés meg reakció is érkezett azzal, hogy például teljesen magukat heteroszexuálisnak valló fiúk is megijednek akkor, amikor különböző homoszexuális fantáziájuk van, és akkor felmerül bennük a saját nemi identitásuk, orientációjuk. Szóval mit kell kezdeni ezekkel a gondolatokkal? Azt gondolom, hogy a pszichoszexuális fejlődés során nagyon kevés ember van ezen a földön, aki valamilyen hasonló gondolkodási menetbe ne futna bele, hogy finoman fogalmazzak. De ez nem jelenti azt, hogy homoszexuális vagyok, vagy leszbikus vagyok, vagy hasonló. Tehát, hogy önmagában miközben keressük a helyünket a szexuális identitásunk területén is, mert azért ez nem fejeződik be csak a 2 és 3 éves kor között, hanem azért ebből elkezdünk építkezni. De menet közben az információknak az özöne köszönt ránk a szexualitással kapcsolatosan. A reakciók is. És a reakciók és a visszreakciók. Hallunk ezzel kapcsolatosan vicceket, poénokat és nem tudom micsodákat. Kortársak cukkolj, de akár a munkahelyeken is azért látni, hogy a beszédbe hogyan jelenik meg a szexualitás. Sajnos nem olyan szinten, mint hogy ez kellene, ezt ismerjük. Tehát, hogy ezek visszafordítva, vagy visszamennék a tinédzser korhoz, azért ez egy bizonytalanságot is elő tudnak idéz, de ez nem azt jelenti, hogy azonosul azzal a kérdéssel, vagy azzal a fantáziával, amit látott, hallott, vagy találkozott vele. Úgyhogy ez olyan, mint ahogy szoktuk mi ezt a klasszikus példát mondani, ez lenne ezzel igen. kapcsolatosan az utolsó mondatom, hogy azzal, hogy a madár röpköd a fejem fölött, azzal nincs mit csinálnom. Arról tehát a madarok vannak, erről nem tehetek. Az, hogy a fejemre fészket rakjon, arról már igen. Úgyhogy ez egy ilyen téma. Gondolatok jönnek-mennek, szóval ha egy fiú
arra gondol, hogy vajon másnak is ilyen a teste, mint nekem. Igen. Ugyanígy néz ki a pénisze, mint az enyém. Azzal nem biztos, hogy direkt homoszexuális identitásba tolja magát, hogyha ez csak így átsuhan a fején, és ahogy mondtad, Zoli, hogy jönnek-mennek a gondolatok, ne ragadjon le, még akkor is, hogyha erotikus gondol, tehát érzelem fűződik hozzá, sem minden esetben hagyja, hogy megtelepedjen ez a lelkébe. Van egy olyan ige, hogy ejtsünk foglyul minden gondolatot. Igen. És ez azt arra a lélektani alkalmasságunkra utal, hogy van lehetőségünk arra, hogy azok a gondolatok, amik feljönnek bennünk, vagy megfogalmazódnak bennünk, vagy megjelennek, nem is a mi munkánk feltétlenül, felmerülnek bennünk, azok a gondolatok, azok nagyon sokféle forrásból jöhetnek, sokféle oka lehet. De az, hogy mit kezdek vele, csak most itt megerősítem a madaras példát, az, hogy mit kezdek vele, az már az én felelősség területem lesz. Tehát nem a gondolat megjelenése minősít engem, hanem ott van egy lehetőségem, és ezzel kapcsolatban egy felelősségem, hogy mit kezdek azzal a gondolattal. Hát nézzek szembe azzal, hogy ilyen gondolat van a fejemben. Hová rakjam ezt? Akarok ezzel azonosulni? Van-e dolgom, olyan dolgom vele, hogy ez most az enyém, én ebbe bele, már a fantáziámmal én öltöztetem, még hozzáteszek történeteket, mi lenne, ha, hogy lenne, stb. Ezzel kapcsolatban már nekem van egy felelősségem, hogy abba, hogy belemegyek, vagy pedig nem. És ez voltak éppen a homoerotikus, meg a heteroszexuális gondolatokkal kapcsolatban is ott lehet, hogy megnek mi lehet a következménye, hogyha ezt így végig, tehát engedem azt, hogy ez köröket fusson az én elmémbe. De itt is óvatos vagyok, és árnyat akarok lenni, hogy ha elkezdek visítozni, hogy ilyen gondolat volt a fejemben, és generáltok magamban egy nagyon erős szorongást, meg abszolút. Nem oldottam meg. Tehát minden olyan helyzet, ami kérdéseket vet föl, hogy például akár ilyet, hogy most akkor nekem homoszexualitásra gondolom, ha ilyen gondolatok vannak bennem, vagy ilyen kép jelenik meg bennem. Általánosan is az a tapasztalat, hogyha én egy kérdés, vagy egy problémával szembenézek, és valódi válaszokat keresek, akkor nem leszek szorongó, nem leszek. Ha valódi választ megtalálom, nekem van válaszom, mert van annyi ismertem, tudásom. Jó, ha nem, akkor kérek segítséget jó helyről, tehát akkor tanácskozom valakivel, de akkor nem leszek szorongó, stresszes, nem fogok eltévedni. Tehát az a kérdés, amire nem tudok egyértelmű választ, akkor nagyon jó, ha van az embernek olyan embere, uh-huh. akivel tud beszélgetni ezekről. Szerencsés, ez nem a barátja, nem? Egykorú barátja, ha nem érdemesebb itt azért. Hát nyilván, hogyha olyan barát, aki ezen a területen már mondjuk tudja, hogy a fantáziáival mit kezdjen, hol van annak helye, és nincs vele semmi probléma, mi az, ami már veszélyt jelenthet, belehergelheti egy ilyen provokált, akár provokált szexuális vágyba, vagy esetleg más vonalra. Tehát itt csak annyit akartam mondani egy kicsit talán hosszabban, hogy ami gondolat megjelenik a fejembe, azt nem én hívom be, tudnak úgy megjelenni gondolatok. Az, hogy mit kezdek vele, az már attól függ, hogy miről szól, csak nézzek szembe vele. Egy mondatot, hogyha hozzáfűzhetnék ehhez, hogy megint a szülők, tehát hogy azon ne csodálkozzanak a kedves szülők, hogy a szülőknek a felelősség a gyerekeiknek a nevelése. Tehát, hogy ezt ne bízzuk se az iskolára, se az óvodára, se másra, ezt sokszor átvettük. Hogy vitatkoztam én már emberekkel, akiknek más volt a látása, az én látásom az, és azt gondolom, hogy ebben óriási prevenció van a jövőre vonatkozólag a gyerekeknek a jövőjével kapcsolatosan, hogy a fiúkat fiúknak neveljük, a lányokat lányoknak. És erre még a szakma is azt mondja, hogy ha ezt így csinálnák az emberek, vagy így tennék minden esetben, akkor nem született volna meg, és nem lett volna egy Margaret Thatcher. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ő személye az egy nagyon frekventált és kiemelt pozíció, és mindaz, amit csinált, de én eztől nem szeretnék eltérni, és ezt javasolnám is, hogyha a fiúk fiúknak vannak nevelve. Nem az a probléma, hogy esetleg egy a testvérének, a húgának, vagy a nővérének a babáját a kezébe fogja, vagy fordítva. Tehát, hogy ilyen játékok vannak. De hogy ő, ha tudja, hogy ő fiú, és fiú az identitásában, ez az identitásának ez a része van megerősítve, akkor a gondolatok még mindig megjelenhetnek, de ő lazán vissza fog térni úgymond önmagához, ha szabad így fogalmazni. De nem tudom, hogy a kérdező esetleg a saját magával kapcsolatos szorongásra mire gondolhatott. Nekem eszembe jutott esetleg az, hogy
ha azzal van problémája, hogy bizonyos, akár egy anatómia órán, ha hall dolgokról, és beszélnek a nemi szervekről, beszélnek a két ember házasságban történő, hogyan születik a gyerek, stb. Na most a gondolatokra a test reagál és válaszol. Bizonyos érzések indulnak el a testükben. Volt olyan kislány, olyan 10 év körüli volt, aki azzal jött hozzám, hogy neki nagyon-nagyon komoly bűntudata van azzal kapcsolatban, hogy néha-néha ilyen nagyon furcsa bizsergést érez az altestében. Nem merte megfogalmazni, hogy hol, és hogy ez ezek tisztátalan fantáziálások, ugye? És akkor, amikor megkérdeztem, hogy ezek mikor történnek, tehát amikor egy téma szóba kerül, akkor nem arra kell gondolni, hogy már terhelt egy bizonyos bűntől az a gyerek, hanem a pszichoszexuális fejlődésében tart ott, hogy a gondolat előhív egy érzést. Az érzés beindítja azokat a sejteket és azokat a testrészekben lévő sok minden más mirigyeket, amiből akár azt érezheti egy kamaszlány, hogy benedvesedett. Még a témáról volt szó. És meglepődött erre, hogy miért érzi ő, hogy benedvesedett a hüvelye, és tulajdonképpen csak egy fejlődésen megy keresztül, hogy a pszichéje, ahogyan gondolkodik a nőről, a férfiről, a nemiségről, a pszichéje és a teste együtt, mert hogy ezt nem tudjuk ketté választani. Ezek jó esetben mindig együtt kell, hogy fejlődjenek, mert az sem jó, hogyha előre fut a test, és lemarad a pszichéje, de az sem, ha gondolkodásban van nagyon előre, és tehát mindent a maga helyén is együtt kell kezelni. Tehát ebből sem kell, hogy szorongása legyen. Így van. Azért örülök, hogy lányos példát hoztál, mert itt talán nem titok, hogy a tanácsadó szolgálatotok összeállított nekünk egy olyan háttérelemzést, amiből nagyon sok történet kiderül, és ott volt, aki írta a szolgálatotok munkatársai közül, és szerintem nagyon fontos, hogy általában mindig a fiúkra hegyezzük ki ezeket a dolgokat, pedig hogy sok esetben a hölgyek, lányok meg úgy érzik, hogy rájuk nem jut ebből a szempontból elég figyelem, úgyhogy. És akkor ide felolvasnék egy másik kérdést, szintén lánytól jött. Mi az ok, ha egy lány ideges, amikor vele egykorú fiúkkal beszél bármilyen átlagos dologról? Talán Mónika. Visszadobod itt. Igen. De majd a Zoli véleménye leszünk kíváncsiak elsősorban. Biztos, hogy ezt is meghatározza, befolyásolja az, hogy milyen szellemben, milyen légkörben nevelték, hogy természetes volt az családon belül is, az ismeretségi körben, tágabb családban, az iskolai vagy közösségi kapcsolataiban, hogy a fiúk fiúk, a lányok lányok, és van kapcsolatunk egymással. Ha zavarban jön valaki egy fiú jelenlétébe, vagy lány jelenlétébe, ott biztos, hogy van felelőssége a felnőtt háttérnek ebben, hogy ez mennyire természetes, és hogy kell egymással tisztelettel bánnunk, hogy egy normális, most a tisztelet az nem valami konzervatív, őskövület dolog, hanem egyszerűen hogyan bánunk egymással. Hogyha ebben van egy természetesség, egy tisztelet, egy határtartás, most olyan határtartás, ami nem művi, hanem az egészséges védelme, itt már emlegettük a fehér nemű szabályt, de most ez tágabb értelemben is, hogy van, ami beviszek a közösségbe, van, ami pedig az én hozzám tartozik. Tehát itt a zavarban létnek biztos, hogy mögötte az van, hogy milyen környezet vette körül, milyen tanítást kapott ezen a területen, milyen helyzetekben, hogyan mozoghatott szabadon. És itt érdemes ezzel szembenézni, hogy vannak olyan fiatalok, akik nem keresztény iskolában szocializálódtak, de egy jó polgári iskolában, és vannak, akik ott megtanulták tisztelettel bánni a fiúk a lányokkal, a lányok a fiúkkal, és nincsenek zavarban. És van olyan példánk is, amikor egy jó szándékú védelem miatt egy egyébként erőteljes elválasztása volt a fiúknak a lányoktól egymást, és egyszerűen egy titok maradt valahogy. Hogy miért nem érintkezhető? Miért nem érintkezhető? Egyrészt titok, másrészt pedig eszköztár nem volt, nem lehetett belenőni, nem lehetett megszokni, hogy is van, hogy is bánjunk egymással, mire figyeljek, hol vannak a határok, mit engedhetek, meg mire szóljak be, hogyha figyelj itt a határom,
de lépd ezt át. Nem tanultak eszközöket arra, hogy ami egyébként egy természetes egy kultúrált természetes közegben megtanulja óvodáskorától azt, szerinted hogy a bánik. Akkor szabad együtt játszani óvodáskorú fiúnak és lánynak? Nekik még csak-csak jobban el is fogadják, ha ennyire direktek vagy egyenesek vagyunk, és miért ne lennénk azok, azt gondolom, hogy és az a tapasztalat, hogy ez a jó szándékú túlzott védelem, ez sok problémát tud szülni. Például ilyeneket, ami nem ritka, hogy nem tudnak egymással bánni. És akkor ott tartunk, amikor nagykorúak, hogy hogyan udvaroljon, vagy hogyan fogadja azt, hogyha valaki közeledik. Nagyon sok történetem van ezzel kapcsolatban is, hogy hol csúsznak el, ahol nem kellene. Tehát nem kell félreérteni egymást, illetve olyan durván bánni egymásra, amikor egy lánya azt mondja, hogy ha azt mondtad nekem, hogy eljönnél velem kávézni, vagy nem tudom én, hogy szép a hajad, akkor hogy mer velem így beszélni. Mindegy. Szóval elszalad, igen. Annyi haznefűzni valóm lenne, hogy a Hitköznapok című műsorunkban nemrég Szobotta Zoltánnal és Orsolyával, a Hitgyülekezete lelkészeivel készítettünk egy beszélgetést a fiú-lány barátság témakörben, ezt majd a hallgatók a leírásban megtalálják. Ugye, hogy nyilván a barátság az már egy nagyon mély tartalmú szó, de hogy azért a Bibliában is több utalás van arra, hogy a hölgyek és az uraknak a viszonya, mint a fiú és lány testvér viszony, az ugye simán megjelenhet, és ha ebből a szemszögből, vagy ebből az értelmezésből nézzük, az nagyon sok mindentől meg tud kímélni minket. Tehát játszik együtt egy fiú igen. és egy lány testvér. És beszélgetnek. Akár még a gimiben is. Igen, akár a gimiben is. Akkor ti mondjuk nem tartjátok szerencsésnek a koedukált ellentétének az ültetését. Nem, mert ennek azért van egy tradíciója, ismerjük az angol iskolákat, meg a nem tudom milyen, most ebben nem akarok belemenni. Én annyit szeretnék ehhez a kérdéshez hozzáfűzni, ha megengeditek, hogy amikor egy tizenéves kapcsolódik egy lány egy fiúhoz, tehát beszélgetnek, semmi más nincs, csak egyszerűen hétköznapi történet, akkor már hozott anyagból dolgozunk. A hozott anyag alatt én azt értem, hogy ott már azok a minták jelennek meg, elnézést kérek a szülőktől, én mindig minden kérdésben idejük adok ki, de talán ezt nem veszik rossz néven tőlem, hogy hogyan kapott ő akár, meg gondolom, hogy szexuális jellegű elsősorban a kérdés feltevőjének, mert ebben a műsorban... Nem tudjuk a kérdésből. Nem tudjuk. Én erre gondoltam, de hogyha ez a terület, mert mégiscsak ebben a műsorban vagyunk, élesedik ki, akkor találkoztunk nem egy és nem két olyan helyzettel, ahol a szexualitás tabusított módon működött, egy elfojtott, eltitkolt, a szexualitás az egy csúnya dolog, bűnös dolog, és stb., és ennek a folyamodványai, vagy sorozatai, ha ezek így vannak lekommunikálva, persze ezeket nem mondjuk ki szóval, akkor ez direkt módon tud bevinni bennünket akár egy ilyen, vagy hasonló helyzetbe. Pont ugyanezen gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy az a probléma, hogy alapvetően is a társadalom részéről, vagy a családban is rosszul állnak hozzá a szexualitáshoz, és azt gondolja, hogy az is van így belenyomva a gyereknek a lelkébe, hogy ha te lány vagy, és beszélsz egy fiúval, akkor ott csak arról lehet szó. Igen. És hogy miért ne lehetne úgy felnőni, hogy teljesen szabadon tudnak beszélgetni egymással, anélkül, hogy az ott így repkedne a fejük fölött, hogy mit fognak gondolni mások, igen. azt fogják hinni, hogy mi majd együtt járunk, és akarunk egymástól. Tehát, hogy tényleg én azon gondolom, hogy itt megint csak az, hogy nincsenek szabadságban tartva, és hogy így ott van ez egy ilyen furcsa valami a fejük felett, ott lebeg, hogy jaj. Hát ennek van történelme, szabad. Amikor az a szólás, vagy szleng, vagy nem tudom minek nevezzem, úgy fogalmaz, hogy a fiúk csak azt akarják. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a fiúk nem csak azt akarják, hanem akarják megismerni a másik nemet. Az, hogy egy lány hogy gondolkodik, hogy viselkedik, mi a vélemény a fociról. Hogy látja a világot. Na majd erről egy külön kiadást csinálunk a ti esetetekben. Tehát, hogy ezt a lehetőséget, hogy a mondatom végére érjek, ne vegyük el a gyerekeinktől. Ez nem kell messze menő következtetéseket levonni abból, ha egy fiú, meg egy lány, akár tizenéves... Már tíz percet beszélt egymásról, és megkérdezte egyik a másiknak a véleményét. Azt hiszem a kezét.
Benne van a levegőben. Szerintem nagyon jó volt, ahogy mondtad, hogy utaltál erre, hogy hát mint testvérek tudnak beszélni egymással, vagy ha nem egy ilyen szorosságú kapcsolat, mondjuk nem a gyülekezetben gondolkodni, hogy bármilyen külső kapcsolatban, mint egyik ember a másik a kortársával, tanárával, most életkori különbségek mentén is. Tehát van egy egészséges kapcsolat férfi és nő között, amiben van egy izgalom, hogy hogyan gondolkodnak a nők, vagy a nőknek ez a példánya, akivel éppen beszélek, vagy a férfiaknak az a példánya, akivel éppen beszélek. Tehát ez lehet, és ennek lehetnek olyan kulturált keretei, ami viszont ezeket a csapdákat, ezeket védve tartja. Azt is meg kell tanítani. Nyilván nem úgy, mint az én nagymamám, aki azt mondta, hogy ha egy kedveset mond neked egy férfi, akkor az biztos, hogy egyet akar csak. Ez egy régi gondolkodás. Gyerekként sem fogadtam be, vagy ilyen kamaszként sem fogadtam be a lelkembe, de azért Gyula futott néhány kört, amíg elhittem, hogy szeret. Tehát ez tényleg volt ilyen. De hogy vannak olyan egészséges határok, mi az, amit viszont nem engedem meg, persze, hogy velem, hogy bánjon, hogy mit mondjon, vagy hogy viselkedjen velem egy férfi. Vagy egy férfi nem engedi meg azt, hogy... És ezeket lehet tanulni. A Piroska többször mondta talán a szülők példáját, vagy te is mondtad, hogy mit látnak a szülők, hogy forognak a társaságban. Az is egy érdekes, hogy a szülő hogy beszél egy másik nemű, de nem a feleségével. Nagyon hangsúlyában. És ezek nagyon tehát udvarias, tisztelettudó, de közben, és most egy picit a barátságra is, ami megérne hosszabb időt szerintem, mert talán nem egyformán értük. Nem biztos, hogy egyformán definiáljuk, hogy a szintjeit el kéne különíteni, de lehetnek nagyon-nagyon jó beszélgetések fiúk és lányok között, nagyon értékesek, nagyon építőek, építő beszélgetések úgy, hogy nem hordoz veszélyt, olyan értelemben mondom, hogy veszélyt az a kapcsolat, hogy való úgy elcsúsznak, hogy elfelejtik, hogy nem tudom, hol vannak, hány évesek, tehát nagyon-nagyon értékes beszélgetés. Vannak olyan, lehet olyan mélysége egy beszélgetésnek, olyan intimitása, amikor már az a határt súrolja, hogy lehet, hogy az egyik sokkal többet vár remél attól a kapcsolattól, mint a másik. Na mondom, hogy ez egy külön témát megér, és ott érdemes azért mondjuk olyan helyzetben nem belesodródni, hogy hitetem a másikat, hogy hamis reménységet ébresztek benne. De azért az attól a hamis reménység ébresztés, fenntartás, és akkor lehet durvábbakat is direkt be akar csapni, vagy csak meg akar, nem is tudom már mit. Csak azt akarja. Tehát, de ez előtt nagyon sok olyan szint van, mélység van, ami nagyon-nagyon értékes, és tényleg úgy tudunk együtt, de a társadalomban is, egy munkahelyen is. Hát ez ilyen túlvédett helyzetből jövő fiatalok bekerülnek a munkahelyre, a férfiakkal dolgoznak együtt, hát ez is egy szolgálati terület, azt kell mondanom, nem egy ember, szolgálati terület. Tehát bennem, vagy úgy fogalmaznám meg, hogy meg lehet tanítani azokat a értelmes védő határvonalakat, azt a kultúrát, amiben egészséges módon tud férfinő kapcsolni egymással, és ez valóban ott van már, azért mondtam az óvodát, hogy ott még együtt játszanak, úgy tudom, de hogy később is ez lehet, hogy segít egymás. Szóval sok-sok minden. Igen, és gondoljátok végig, hogyha egy fiú meg egy lány nem beszélgetnek egymással, akkor az a fiú hogyan tudja megtanulni, hogyan működik egy női lélek, majd a házasságba? Nagy bajba lesz. Hát az nagyon nagy munka lenne. Tehát, jó, ha már kamaszkorban látja, hogy hogyan gondolkodnak a lányok, mit éreznek a lányok, hogyan működik a lányoknak a lelkivilága. Így van. Ne a feleségén gyakoroljon. Igen, és ez egy tiszta gyakorlat, tehát nem, vagy ez egy tiszta helyzet. Hát akkor ez lesz a végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és a kedves hallgatóinknak is a figyelmet. Továbbra is várjuk a kérdéseket, tehát a Hit Rádiónak az oldalán, illetve a YouTube csatornánkon, a leírásban, a Facebookon is a leírásban megtaláljátok azt a linket, ahol az anonim kérdőíven keresztül küldhettek nekünk kérdéseket, és visszavárunk benneteket, hiszen a következő adásban szintén majd Kulifai Mónikával, Pénzes Piroskával és Pénzes Zoltánnal fogunk beszélgetni. Kérdéseké lesz a főszerep. Igen, és természetesen Kingával is. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, szép napot, sziasztok! Sziasztok!